Én azt gondolom, hogy ma a legkevesebb, az a legfontosabb, hogy tudtunk nyerni, és hogy nem kaptunk gólt. Ugye azért ott a végén volt egy kritikus 10 perc, amikor azért voltak helyzeteik a litvánoknak, ezt a következő mérkőzésre ki kell küszöböljük. Milyen volt ez a lövés neked? A mester is rengeteget mondta nekünk, hogy a mérkőzésen lőjünk. Az előző Montenegro ellen ugye nem volt annyi helyzetünk se, úgyhogy ez volt, ami hiányzott, szerencsére ma kijött. Elindult a labda, mit láttam, mire gondoltál? Megmondom őszintén, láttam hátulról ugye a labda útját, és ahogy előttem éreztem, hogy ebből nagy gól lesz, úgyhogy örülök, hogy így sikerült. Mit ad a lelkednek, hogy így zártad ezt az idényt? Beszéltem már ugye nagyon sokat arról, hogy egy nagyon nehéz szezonon vagyok túl. Voltam fönt, voltam lent, utána megint fönt. Szerencsére a szezont nagyon jól tudtam befejezni. Itt a válogatottnál is ugye az utolsó mérkőzésen most egy nagyon szép gólt tudtam szerezni, úgyhogy én azt mondom, hogy azért boldogsággal fogok elmenni a pihenőre, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Vezetjük a csoportot? Ja, hát ez azért még messze a vége, ugye a következő mérkőzés azért létfontosságú lesz, most örülünk, hogy a szerbek döntetlent játszottak. Mondom, ezen az úton kell tovább haladni, és amit említettem az előbb, ugye azt a 10 percet azt nem szabad az ellenfélnek engedni, de én azt gondolom, hogy most azért mindenki elmegy ugye pihenőre, van időnk felkészülni a következő mérkőzésre. Gól király lettél, elvitt a Fradi, bemutatkoztál a válogatottban, meglőtted az első gólodat, és vezeti a válogatott a csoportját az EB-s rejtezőkön. Micsoda év? Hát igen, úgy gondolom, hogy nem alakulhatott volna jobban ez az év. Hál' Istennek sikerült most már a válogatottban is betalálnom. Tényleg fantasztikus érzések vannak bennem, úgyhogy nagyon jó évet tudtam zárni, úgymond. Hogy emlékszem vissza a gólra? Milyen volt a támadás? Mire gondoltál? Mi jutott eszedbe? Kikerült a labda balra? Innen folytasd. Igen, kikerült a labda balra. Aztán igazából láttam, hogy beadták, de úgy is gondoltam, hogy nekem nem lesz jó. Igazából kicsit takarásban volt nekem a vére, aztán láttam, hogy valaki előtt ott elment, és akkor láttam, hogy meg csaphatok rá, aztán hál' Istennek sikerült. Mi játszódott le ott benned? Hát azt így nem tudnám elmondani, úgyhogy... De nyilván fantasztikus érzés. Mi jutott eszedbe? Pont ott szembe a szurkolókkal? Mi hát ezt sose éltük át, és kíváncsiak vagyunk. Milyen lehet ott gólt rúgni? Fantasztikus volt, de hát... Ja, most különösebben nem tudok mondani, tényleg nagyon jó. Viszont ezzel a góllal mész majd a Fradi edzőtáborába, ez számíthat, vagy adhat neked pluszt? Plusz mindenképpen adhat. Próbálom majd ott is megtalálni a helyemet, beverekedni magam a csapatba, aztán meglátjuk, hogy kis lépésekbe haladok. Mit jelent ez neked, hogy akik itt már voltak itt játékosok, mindenki szóvá tette, vagy megemlítette, hogy nagyon örülnek, hogy te gólt szereztél? Hát azt nem tudtam, hogy így van, de nagyon örülök neki, hogyha így gondolják, úgyhogy hát nyilván mindenki örül, hogyha a másik csapatársa gólt szerez, úgyhogy tényleg ez egy nagyon jó csapat. Mikor Ádám Martin meglőtt az első gólját itt, akkor ő bevallotta, hogy könycseppeket törölt le az arcáról, nálad volt-e ilyen? Könycsepp nem volt, de attól függetlenül tényleg nagyon boldog voltam, úgyhogy azért ez tényleg egy nagy dolog szerintem.